Szeretettel köszöntök én is mindenkit az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont nevében. Én Zsiborács Judit vagyok, és engedjék meg, hogy mindenek előtt gratuláljak Önöknek, hogy felvételt nyertek a Pannon Egyetem gazdaságtudományi karára. Ahogy mondtam, én az Egyetemi Könyvtárat képviselem, bár eléggé világos van itt a teremben, és nem annyira látszik jól. Hoztam egy képet, hogy hol található az Egyetemi Könyvtár a felső kampuszon. Lehet, hogy veszprémiek jártak már arra. Tehát, hogyha arra járnak felénk, ez egy 5000 négyzetméteres, ötszintes nagy épület, több mint negyedmillió dokumentummal, úgyhogy én sok szeretettel ajánlom Önöknek, hogy keressék fel a könyvtárunkat. Ahogy mondtam, ez a felső kampuszon található az M épületben, a Varta Vince utca 1 szám alatt, és a honlap címünk is, hát remélem látszik, illetve meg is fogják kapni majd ezeknek az előadásoknak az anyagát. Tehát a honlapunk a könyvtár.unipannon.hu vagy library.unipannon.hu weboldalakon érhető el. Az elérhetőségeink közül az egyik talán a legfontosabb a library@unipannon.hu. Ha bármilyen könyvtári témát érintő kérdésük van, itt nyugodtan fel lehet tenni, és a kollégáim igyekszenek minden felmerülő kérdésre válaszolni Önöknek. Illetve van egy Facebookos elérhetőség, vagy Facebookos oldalunk is, Pannon Egyetem Könyvtár és Tudásközpont néven. Itt igyekszünk mindig friss témákkal, aktuális posztokkal megjelenni. Ha kedvelik vagy követik az oldalunkat, akkor sok érdekes információt találhatnak itt is. Sokan nem tudják, hogy nyilvános könyvtár vagyunk, tehát az egyetemi könyvtár szolgáltatásait bárki használhatja, aki beiratkozik, de Önök, mivel egyetemi hallgatók, alanyi jogon és ingyenesen vehetik igénybe az egyetemi könyvtár valamennyi szolgáltatását. Azzal, hogy beiratkoztak a Pannon Egyetemre, Önök a könyvtár olvasójává is váltak egyúttal, és mindazt a tudásvagyont, ami az épületünkben megtalálható, tehát korábban, ahogy mondtam, több mint negyedmillió dokumentum található az épületben, ezeket mind Önök is használhatják helyben, illetve egyidejűleg ezzel 10 darab könyv kölcsönzésére jogosultak, illetve az épületünkben a mi eszközeinken, illetve az Önök által hozott saját eszközökön is tudják használni az internetet, akár tanulásra, akár egyebekre. Könyvtárközi kölcsönzés szolgáltatására is ingyenesen jogosultak. Ez akkor merül fel, hogyha az a dokumentum, amit Önök keresnek, nem található meg nálunk, akkor ingyenesen igényelhető más hazai könyvtárakból. Igyekszünk viszonylag hosszú nyitvatartási idővel kiszolgálni a hallgatói igényeket. Hétfőtől csütörtökig 8-tól 19, pénteken pedig 17 óráig tartunk nyitva, de a honlapunk és az elektronikus katalógus, valamint minden előfizetett online tartalmunk a nap 24 órájában és a hét minden napján elérhető. Beszéljünk egy picit azokról a dokumentumokról is, amik megtalálhatók nálunk az egyetemi könyvtárban, illetve amelyek távolról az egész egyetem területén, vagy akár otthon is elérhetőek. Itt megtalálnak nálunk papíralapon is minden olyan kötelező és ajánlott irodalmat, amire a tanulmányaikhoz szükség lehet, illetve tehát ezek lehetnek hazai és külföldi irodalmak is, lehetnek papíralapú és elektronikus irodalmak is. Igyekszünk minden olyan folyóiratot előfizetni, olyan könyvet megvásárolni, ami szükség lehet a kar képzéseihez, illetve a könyveken és a folyóiratokon kívül még megtalálhatók itt az egyetem több mint 70 éves fennállása óta keletkezett hallgatói szak- és diplomadolgozatok. Azt azért gondolják ugye, hogy 70 év alatt mennyi szakdolgozat és diplomadolgozat keletkezhetett az egyetemen, és ebből csak az utolsó pár év az, ami elektronikus formátumú, az összes többi az papíralapú, és az megtalálható az egyetemi könyvtárban. Mikor lehet érdemes felkeresniük az egyetemi könyvtárat? Abban az esetben, ha beadandó feladatot kell elkészíteniük, vagy már elkészítették és szeretnék kinyomtatni, akkor a kollégáink szívesen állnak rendelkezésükre, de akkor is, hogyha csak Neptun hozzáférést szeretnének elérni a tantárgyfelvételkor vagy a vizsgák idején, Moodle használat céljából, akkor
ugye az egész épületben, csak úgy, mint az egyetem több épületében elérhető a wifi, így buzdítjuk önöket arra is, hogy akár saját eszközzel, akár pedig a mi épületünkben biztosított eszközöket használva nyugodtan jöjjenek hozzánk. Itt egy nyugodt, kényelmes környezetben lehetőség van egyéni és csoportos tanulásra is, tehát szeretettel várjuk önöket. És nem csak szeretettel várjuk, hanem szükségszerű is lesz majd jönniük, mivel ezek az önöknek ingyenes, de egyébként nagyon drága előfizetési díjjal bíró tartalmak, akár legyenek papíralapon vásárolt, akár pedig online előfizetett adatbázisok. Ezek olyan felületek, amelyeket az ingyenes keresőszolgáltatók nem tudnak az önök számára biztosítani. Tehát ezekre azért költ az egyetem sok-sok súlyos milliókat, hogy önök elérjék ezeket a lektorált tartalmakat. A kollégáim szívesen nyújtanak segítséget ezeknek a tartalmaknak a minél szakszerűbb keresésében, megtalálásában és használatában. Tehát leginkább ez az, ami miatt majd szükségük lesz arra, hogy ellátogassanak hozzánk a könyvtárba. Itt pihenésképpen hoztam egy fotót a belső tereink egyikéről, és a továbbiakban beszélnék még egy picit arról, hogy mikor érdemes felkeresniük a könyvtárat. Tehát, ahogy mondtam, nyomtatott szakirodalmak is vannak, illetve mind könyvek, mind pedig folyóiratok, illetve elektronikus könyvek és folyóiratok is. Ezek a tartalmak azok, amikre önöknek szükségük lesz a tanuláshoz és a kutatáshoz, és azok a tartalmak, amelyek digitális vagy elektronikus formában elérhetők, ezeket a tudományos kiadók általában adatbázisba rendezik. Az elektronikus információszolgáltatás nemzeti programnak mi is tagjai vagyunk, és ennek keretében érjük el ezeket az adatbázisokat. Önök a KCA azonosítás révén fogják ezeket majd tudni elérni és használni. Én most ennek a módját nem mondanám el, de valószínűleg a kar megtanítja önöknek, hogy hogyan kell KCA azonosítás révén bejelentkezni. Ha pedig mégsem sikerülne, akkor amikor jönnek a könyvtárba, mi is szívesen nyújtunk segítséget ebben, és ennek révén a szolgáltatásaink az önök számára is ingyenesek lesznek. Milyen típusú adatbázisokat kínálunk? Teljes szövegű adatbázisokat, tehát ezek olyan adatbázisok, amelyekből a folyóiratok, cikkek és e-könyvek teljes szöveggel elérhetők, adott esetben le is tölthetők. Ezek lehetnek egy tudományterületre fókuszáló, vagy pedig multidisziplináris platformok. Ezeknek a legtöbbjében regisztrálhatunk és létrehozhatunk saját fiókot is, annak érdekében, hogy különböző kényelmi funkciókat tudjunk beállítani, például azt, hogy mi az a téma, ami minket érdekel, és akkor mindig értesítéseket kaphatunk ezeknek az adatbázisoknak a legtöbbjéből arról, ha a saját témánkban új cikk vagy új tanulmány jelenik meg. Ettől függetlenül minden esetben felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a robotletöltés, tehát a szisztematikus folyóiratok lapszámainak szisztematikus letöltése az szigorúan tilos. Igyekezni kell arra fókuszálni, hogy a mi témánkban töltsünk le azokat a tanulmányokat, amikre szükségünk van. A következő dián azt a 8 adatbázist soroltam fel, elnézést, amiket teljes szöveggel előfizetünk az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont idei kínálatában. Az első 4 az magyar nyelvű, tehát az akadémiai kiadó folyóirat csomagja, a többi pedig e-könyv csomag, tehát az akadémiai kiadó MERS e-könyv csomagja, a Tinta kiadó és a Tipotex kiadó e-könyv csomagjait érjük el az idén a kínálatunkban. Illetve a következő 4 az pedig idegen nyelvű, ez alatt azt kell érteni, hogy angol nyelvű adatbázisok, a Cambridge University Press folyóirat csomagja, a Science Direct Freedom Collection gyűjtemény, illetve a Springer Link nevezetű adatbázis, és amit gazdaságtudományi karon, gazdaságtudományi témakörökben tanuló hallgatóknak szoktunk elsősorban a figyelmébe ajánlani, ez pedig az Emerald Management Journal Collection. Ebben főleg gazdaságtudományi management témában találnak szakirodalmakat, folyóiratokat, könyvfejezeteket.
Ahogy önök is láthatják, a könyvtárunkban számos lehetőség adott arra, hogy egy nyugodt, kellemes környezetben tanuljanak, de akár ha csak olvasgatni vagy internetezni van kedvük, akkor is szeretettel várjuk önöket, és eredményes és boldog diákéveket kívánunk önöknek. Én köszönöm szépen a figyelmüket, ha kérdés van, szívesen válaszolok, de az előadás anyagát meg fogják kapni a karttól, és akkor abban minden fontos információt megtalálnak. Köszönöm szépen!